brigád tagjai, gyár dolgozói, Molnár brigád Molnár Gábor, Szotöcs a brigád által katonál Bedlen Gábor iskola tajának tagjai, szeretettel üdvözlöm Molnár Gábor nevében is, és engedjétek meg, hogy megmutassam őt, aki eljött közénk nagy szeretettel, félbehagyva munkáját, amely eléggé sürgeti, hiszen december tájékán be kell fejezni egy regényét, és holnap, ahogy elmondotta nekünk, reggel 6 órakor már várja otthonában a Gorsi Épírónő, hogy folytassák munkáját. Tehát eljött közénk, sürgős munkáját félbehagyva, hogy találkozhassék a brigáddal, és az ő műveit szeretettel forgató közönsége közé. Mindenek után bemutatnám még, bár úgy látom, hogy éppen elment, de majd, amikor az élmény beszámoló végül. Köszönöm a baráti szavakat, köszöntöm a Törökszentmiklósi gépgyár valamennyi dolgozóját, a vezetőséget, és különösképpen a nevemet annyi kedvességgel fölvett brigád tagjait. A Törökszentmiklósi gépgyár munkája közismert szert az országban, külföldön, és ezt talán nekem különösképpen nem is kellene hangsúlyoznom, annyira közismert, de mégis fontos, hogy most a találkozókhoz megismételjem, hiszen annyi a rokonvonás, a évjára, a maga munkája, a konstrukció, hiába gép az, vagy regény, mindegy, és a brigád tagjai közt, hogy ezt elhallgatni nem lehet. Őszinte szeretettel jöttem a Törökszentmiklósra a meghívást teljesítve, és el kell mondanom, hogy nagyon-nagyon régen rám nehezedett, szinte lelkiismeret furdalásként a meghívás mindig való halogatása, de hol az amazoni utazások, hol egy-némely más dolog, mindig közbe jött. Most végre eljött az ideje, hogy itt köztünk egymás közt lehetünk. Ennek azonban talán némi szerencsés vonatkozása is van ennek a később találkozásnak, hiszen most szót ejthetek az 1972-es évi amazoni utazásomról, bemutatva azokat a diákat, amelyek ott készültek, az én kedves brigádom tagjainak. Nos, és a jelenlévő vezetőség tagjainak, az iskolának, az iskola rajának, mindazoknak, akik a kedvesek voltak, és erre az Irolosó találkozóra eljöttek. Az én munkám, mint író munkája, valahogyan mindig azt követte az őszintességet, a legnagyobb őszintesség jegyében, hogy soha mást semmiféle formában vonatkozásban nem rögzítettem, nem adtam írásban, mint a valóságot. Ugyanakkor ez hát már egy írói műhelytitok, amikor írógépen mellé telepedem, és elkezdem az írást, visszagondolva az élményeimre, akkor én belsőmben nyomban kiszállok onnan, fizikai önmagamból, visszalépek a vadonok világába, és voltak éppen ott járva, mindennapi dolgomat végezve, írom le, rögzítem az ottani, akkori történéseket, mikor azok megtörténtek. Tehát ez egy különös adottság, nagyon sokszor megfigyeltem magamban, hogy elfeledkezem az írógépről, el önmagamról, el a papírból, ami számolatlan oldalon közölt rögzítéseit az eseményeknek, és az őserdő igazi hangulatát, mindazt igyekszem visszatükrözni mondataimban, amit bensőleg a magam belső látásával látok. Itt megint egy kettős kötődés adódik, hiszen én, aki egy robbanásnál
Még az első utazásom végén elvesztettem a látásomat. 1972-ben látásomat vesztettem, ismét visszakerültem Amazoniába, az indián törzsek világába. Egy magyar származású ornitológus, Lehel de Silimo társaságában, akit kísérő mellém rendeltek a brazilok, mivel az ő meghívásukra juthattam elésült Amazoniába. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy az utazásoknak a lehetőségét Szász Endre, akkor Torontóban élő magyar grafikus művész teremtette meg, amikor egyik levelemben, amúgy mellékesen közöltem vele, hogy bizony nem tudok elutazni Amazoniába, eleget tenni a brazil meghívásnak, bár az év nagy részére szól. És erre föl a válasza egy telefon volt, amit a budapesti Lufthansa közölt velem, hogy részemre befizettek Torontóban egy Budapest Rio de Janeiro repülőjegyet, és ezt Szász Endre tette. Úgyhogy ennek a baráti gesztusnak a hiánya, ha ez nem történik meg, az egész utazásomat megsemmisítette volna a meghívással együtt. De szerencsére jönnek ilyen nagyszerű dolgok, nagyszerű barátok, akik mindazt, amit egyszer talán részemről tapasztaltak, az önzetlen barátságot, ilyen önzetlen baráti módon adja vissza. Amikor Amazoniába eljutottam, valahogyan egy nagyon-nagyon erős nyomás nehezedett rám, hiszen azt a világot, amelyet látva ott hagytam, most ugyancsak körülöttem lévőnek érezve, de már nem látva, kellett a történéseit követnem. És ezt úgy oldottam meg, hogy mindazt, amit nekem elmondva az amazoniai vadonokban lévő folyókon haladó hajócska fedélzetén írógépemre ráírtam a ott lévő lapra, az előző nap eseményeit rögzítettem, amelyek már bennem képi alakultak. Így született meg ezzel a nagyon izgalmasan érdekes írói munkával az én kedves Amazoniám kézirata, amely most már, ha minden jól megy, és a nyíregyházi nyomda nem késik, 52 ezer példányban kerül kiadásra, ezért december elején. Ennyit talán az író munkájáról. Az indián törzsek közt, ahova eljutottam, hát itt meg kell említenem, ilyen vonatkozásban író, aki nem lát, mégis író, ugyanakkor a régi tapasztalatainak vadászemléleké birtokában minden tud, ami Amazoniával kapcsolatos, a vadász, a halászmódtól, az erdőbeni vadászmódoktól kezdve a mocsár, a lábvilág ezernyi titkán át, a lomb sátorban lévő orchideák világáig. Hát ennek a tudatában könnyű volt már tájékozódnom és írnom. Hát talán még annyit, hogy a Rio Solimões nevű kis hajócskát, hát majd a diafelvételeken látják ezt, kedves hallgatóim, kedves brigádtársak. Csak azt kell mondanom, hogy ez a kis hajó legénysége három indiánból állt, egy Pacas Novas, egy Satere és egy Tucano indiánból. Hát a Pacas Novas indián a legjobb hírű emberevő indián törzs nevében is állt Amazoniában, és ennek a tagja, a gépészünk, fiatal legényke, talán 18 éves volt, megnyugtatott, hogy ők már nem esznek emberhúst. Örültem neki. Viszont volt nekem egy üvegben, vagy 3 liter kasaszom, ez cukornád pálinka. Én nem ittam annyit, amennyi ebből az üvegből naponta fogyott. Hát az a végén eldugtam, elrejtettem,
rájöttem, hogy az én emberevő pakasz novaszom, nem is haza, nem is emberhús, de a kas azt nagyon szereti. És Indiának, Amazoniában nem szabad szeszesitalt adni, tiltják ezt a törvények, mert az indián, ha kicsit berúg, akkor begorombul. És egy dühött indián általában nem jó íjjal, nyillal vagy borgonával a kezében, amikor rájön arra, hogy a fehérek azok mégis mások, a fehérbőrűek, és ő pedig pusztán indián. Nálam az indiánokkal szemben való bánásmód már az első utazásom idején az volt, ami talán ma is életszemléletem, mindig többet adni, mint amennyit kaphatok, egyáltalán kaphatok, de inkább adok, mint sem kapok. És ez talán benne volt abban is, amikor jó magamnak is megvolt a súlyos trópusi maláriám, és találkoztam erdeiekkel az őserdőben, akik nyálzón, verejtékezve, féleszméletlenül hevertek a függágyukban, és az utolsó szem kinünemet is odaadtam, beadtam ezeknek a betegeknek, ugyanakkor tudtam, hogy rajta minden percben, minden nap jöhet, kitörhet egy roham, és ott vagyok egyetlen árva szem kinünem nélkül. Hát ez később azután be is következett, és olyan lázálmos gyötrődések közepette érkeztem vissza a Tapadozra, hogy valósággal végigálmodtam, talán előrevetítve árnyékát későbbi életemnek, szinte nem is egy, de sok regény történéseit. Amazoniába, amikor eljutottam, hát ez egy külön regény, megírtam ennek a történetét a Makis Jaguár című kötetemben, az előzményeit, később pedig már a többi kötetemben történtek események sorra következett, legvégezetül pedig két év előtt, 1972-ben a gyémántmosók, a Xavante indiánok históriáját, majd Rágy esztendővel az Évbe zuhant évek kötetét, amiben először még Amazoniáról, a Tapadoz menti vadonról írok, utána szinte betű szerint visszaálmodva, visszatérve az akkori történésekre a látásom elvesztésének a históriáját. Ez az 1972-es évi nyár volt életem talán legnehezebb nyara, hiszen akkor fejeztem be az Évbe zuhant éveket, és másodpercre visszaidézve a történéseket, az Évbe zuhant évek oldalain elevenítettem meg azokat a pillanatokat, amikor a látásom elveszett, a robbanás perceit, ugyanakkor az azt követő, hát már tudomásul vételét a történteknek, és minden erőmmel való kitörést az akkor már tudva tudott örök sötétségtől. Maga a sötétség azonban, ha a belső látás világossága fényesíti, voltak éppen nem is olyan nehéz. Én soha nem gondolok arra, hogy nem látok. Most sem. Amikor szólok, amikor kezemben a mikrofonnal beszélek. Amikor visszaérkeztem Amazoniából, és az akkori Imre József professzor kezelt az Állami Szentkórházban, eljött hozzám a Vakok Szövetségéből egy jó barátom, aki akkor szintén már nem látott, és megpróbált engem a Braille írásra tanítani. Hozott egy bándorlapot, rajta kiverve a Braille betűket, és mutatta, hogy egy pont az A, két pont vízszintesen az a B, két pont egymás fölött, függőlegesen az a C. Na mondtam, kedves Bánó Vilmos, ez volt a neve, azóta meghalt, nekem a Braille írásból elég, azt mondja, hogy.
Ha mondom, nézd, eddig, amit ezt a bádoglapot nem tetted elém, én soha nem gondoltam arra, hogy nem látok. Amikor az ujjamat ezeken a pontokon végighúzom, abban a pillanatban tudom, hogy nem látok. Hát nekem ezen az áron a Braille írás tudománya nem kell. Ma sem tudok Braille-t olvasni, sem írni. De írni azért írógépen, látóbetűkkel megy a dolog, és a már említett én kedves Amazonián kötetén túl, hát talán most szólok először, már a legújabb kötetemnek a kézirata is 50 oldal hiány készen, 350 oldalnál tartok, 400 oldalas lesz a kötet. Ez már elkészült, mondhatnám úgy is, hogy egészében, hiszen bennem él a további 50 oldal. Ennek a címe a Csendes Halál Démona. Ez már egy voltak éppen egy regény az 1776-os évből, a Tukarno Betova, a Maku, a Burundi és a Munduruku indián törzsek viszályából, harcaiból, ugyanakkor a Kurári indián nyilméreg pontos leírásáról, készítési módjáról, a fúvócső készítésének lehetőségeiről, a parányi nyílról, amely apró, alig araszos, és ugyanakkor a Munduruku indián törzs, a Maulesaszi folyó menti indián törzs különleges szokásáról, amely a zsivaró nevű indián törzsel azonos, a fejzsugorítás, mondhatnám úgy is, művészetéről. Hát ez a kötet nem csak regényt ad, hanem néprajzot is, történetet is, és mind néprajzi hitelességgel, ma is meglévő, eleven élő törzsekkel, csak éppen visszanyúlva 200 esztendő távolában. Most egy másik ilyen írói vallomás. Voltak éppen ez az egész történés, ami 1776-ra tevődik, nyugodtan megtörténhet 1976-ban is, csak éppen a brazilok érzékenységére appellálva teszem vissza a történést ezelőtt 200 év előtti időre. Nagyon-nagyon szeretnék eljutni ismét, de már egy filmet készíteni, most a Szerzőgvédő Hivatal révén már külföldön tárgyalnak ebben az ügyben, talán sikerült, talán nem. Ismét eljutni Amazóniába, el a Waimiri indiánokhoz, a Rio Negro menti vadonokba, a legvadabb törzsekhez, kifejezetten a legvadabb törzsekhez, ahol még a ruhát, az asszonyok a blúzt, a szoknyát, a férfiak az inget, a nadrágot nem ismerik, hanem minden az ősi, csiszolt kőkori világában él, mutatkozik ma is. Amazonia belső részeiben ez mind megvan, mind él a jelenünkben, éppen úgy, mint talán 50 esztendő múlva. Ugyanis némely indián törzs, elhúzódva a civilizáció időzőjelben mondva áldásaitól, mind beljebb húzódik az ősvadonba, és ha valaki vagy valakik igyekeznek őket megközelíteni, hát azokat legyilazzák. Így történt ez 1973 év márciusában, amikor a Waimiri törzshöz négy brazil indián védő érkezett, őket, hogy úgy mondjam, a békesség útjára téríteni. A Waimiri törzs tagjai, a férfiak barátsággal fogadták ezt a négy indián védőt, beszállásolták mind a négyüket a vendégmalokkába, és minden egyes ilyen indián falunak az egyik háza, pálmakunyhója, a barátok, a Venesziről érkezett barátoknak a szálláshelye. Szóval voltak éppen, magyarán mondva, egy vendégfogadó. És másnap reggel, amikor ez a négy indián védő megérkezett, az ezt követő reggelen hárman kimentek a folyóra, hogy majd megfürödnek, megfürödnek.
ahol alig lépte ki a malokka pálmakunyhó tetőzete alól, nyilak süvöltöttek, és mind a három indián védő nyilaktól teletűzdelve halálra válva roskadt a földre. Egy fiatal, 19 éves indián védő, aki még nem készült el, nem ment a többiekkel, látva társai tragédiáját, halálát, rémületében rakétapisztolyból kettőt lőtt bele a kunyhó pálma tetőzetébe, az persze azonnal ránkra gyújt a robbanásoktól, és ebben a hatalmas káoszban, tűzben, füstben, robbanás kettőségében ez a fiatalember beleugrott a folyóba, és úszva menekült át a vízen a túlsó part vadon szekte irányába. Mire a hajmirik magukhoz tértek, észrevették az úszva menekülőt, addigra az már a folyó közepén tartott. Erre a hajmirik olyan dühött erővel vetették magukat a menekülő, az úszva menekülő után, ugrottak ladikjaikba, hogy valamennyi ladik, ahány csak kikötve a parton volt, azonnal leült a folyófenékre, elsüllyedt. Egy ladikba egyszerre 10 is ugrottak. És ez volt ennek a fiúnak a szerencséje, 4 napig kemény gyaloglás, menekülés után jutott vissza társaihoz, és mondta el a drámáját 3 társának, a vajmirik törzsnél. Azóta újabb indián védők érkeztek a vajmirik törzshöz, és úgy hírlik, hogy most már a törzs hajlandó a békülésre. Igen ám, ez csak egy eset, és ez napjainkban történik. De ugyanakkor nagyon sok olyan adalék is kerül bele az európai sajtóba, a mi sajtónkba is, ami nem igaz. Például 1969-ben egyik heti lapunk közölt egy cikket 2 francia újságíró tollából, akik közölték, hogy összesen Mato Grosso államban 2 darab Xavante indián él, a többit kiirtották. Jó magam 1972. decemberében a São Marcos mellett, amely a Holtak folyója vizébe ömlik, egyetlen törzsnél csak 740 Xavante indiánra találtam. Sőt, ez a Xavante indián törzs elektromos vízjárőművel rendelkezik, villanyvilágítással, ostornyeles lámpákkal a pálmakunyhók közt, elektromos vishántolóval, fűrészgépekkel és 3 traktorral. Ugyanakkor ez egy analógia, de izgalmasan érdekes, hiszen Mongóliában is jártam, vezettem oda 2 is expedíciót. A mongolok gerjei, amit mi rosszul jurtának mondunk, a mongol sosem mondja, hogy jurta, mondom, a mongol mindig azt mondja a sátráról, hogy ger. Tehát pontosan olyanok a Xavante törzs sátrai, pálmakunyhói, kör alakúak, a tetején a varázslónak még egy lyuk is van, amin át éjszakánként a szellemek hiedelmük szerint ki és bejárhatnak. A mongol ger ugyanilyen lyukkal a tetején, csak az éppen náluk füstnyílás, füstöt engedik ki, de el is lehet zárni egy zsinóra mozgatott fedőlappal, és amíg a braziliai Xavante indiánoknál pálmakunyhó, faanyag, favázra rakva az építőanyag, pálmalevél, addig a mongoliai, mongol pásztoroknál, általában a mongoliai lakosságnál, amely még nem lakik városban, vagy ha városban is lakik, akkor is esetleg ilyen gerekben, ott a favázra rakható nem ez a sátor borítása. De a bejárat alacsonysága, formája tökéletesen az, és olyan, mint a Xavantéké, illetve a mongoloké.
az amazoniai, illetve matogrosszói indiánok közt a közelmúltban találtak egy törzset, amelyet különlegesen erős magassága miatt, nagy magassága miatt, ez a Krenakore törzs, igen vad törzs, óriás indiánoknak neveztek el. Hát ez az óriás indián törzs nem is olyan túl magas, a 175-180 cm magas emberek sokasága, rendkívül kegyetlen a harci módja, hát ma már, mivel ott vonul el a területük mellett, a transzamazoniai 4000 kilométeres út, a pernambukói Atlanti-óceán belémtől kezdve egészen Iquitosig, a perui határon lévő városi, ez 4000 kilométer, ez az indián törzs ma már erősen vesztett hadságából, de azért még napjainkban is sűrűn előfordul, hogy az erdőbe hatoló útépítő munkások közül jó néhány eltűnik. Sose kerülnek elő. A területeken áthaladó transzamazoni út miatt az indián törzsek egy némelyike ma is éles harcot folytat az útépítő munkások ellen, úgyhogy ők sem nagyon nagy kedvel mennek bele az őserdőbe vadászni, gyűjteni, vagy éppen kíváncsiskodni. Mert lehet, hogy soha többet nem kerülnek. Ez a mai helyzet Amazoniában, és ezt mondhatom úgy, hogy közvetlen közelből érzékeltem, mondták nekem, tapasztaltam, és ugyanakkor 1973 évre már a hivatalos miniszteri engedélyt is megkaptam egy újabb expedícióra, Amazonia olyan területeire, ahova addig soha senkit, még Brazílt sem engedtek be az indián nemzeti alapítvány tagjai, illetve vezetői. Sajnos nem tudtam elutazni, mert nem kaptam valutát, nem kaptam devizát, de nem volt az sem, aki ezt időben finanszírozta volna. Közben Brazíliában választások voltak, merőben új garnitúra került a régi helyére, és most újra lehet kezdeni ezt az utazást, ennek a tervét előről. Hát el is kezdtem, mert nagyon-nagyon nem vagyok annak a híve, ha valamit elkezdek, azt ne fejezzem be. A gyűjtő utam érdekességei, térjünk talán vissza az elmúlt időkre, évtizedek távolába. Valamikor gyerekkoromban, a Vakondban kezdtem el az erdőben a járást, a természetnek a szeretetét, és ebben nagyapám vezetett be, aki Csingerbölgyben bányász volt, és már 5-6 éves koromban magával vitt az erdőbe gombát szedni, szamorcát gyűjteni, mogyorót és szedret is, ha eljött az ideje, gyűjteni. Ugyanakkor megtanított az erdőben olyan csendesen járni, hogy még én se halljam, mégpedig azért, mivel az erdészek, az erdőkerülők akkoriban, a nagybirtokosok erdőségeiben tiltották a benne való járkálást, gyűjtést a csingervölgyi bányászoknak, és ilyen formán nagyapám ezt tudva megtanított mindarra, amit az erdőben járáshoz tudni kell, hiszen ha valakit megfogtak az erdőkerülők, az erdészek, elszedték a holmit, ami nála volt, gombát, szamócát, epret, szedret, mogyorót, összetaposták, vagy kiöntötték, és a teljes kannát is, ha ilyesmi volt nála, gyereknél, felnőttnél, asszonynál, bizony összetaposva tönkretették. Nem kell mondanom, az akkori bányászkeresménynél mit jelentett egy új teljes kanna vásárlása, mondhatnám, szinte lehetetlen volt. Hiszen a nagyapám, amikor elment a 12 órás, akkor úgy mondták sistre, munka időre a bányába, vájár volt,
két szelet barna kenyér közt két tojás rántottát vitt magával, amit keményre sütött nagyanyám, és ez volt neki 12 órára az egész tápláléka. Erre mindig emlékezem, és emlékezem arra is, hogy a Csingervöldi 1918-19-20-as években mik történtek, hogyan történtek. Erről szintén megemlékezem a Makkes Jaguárban, és talán később is egy másik kötetben. Egyébként a Makkes Jaguár voltaképpen nem ilyen vékonyka kötetnek tűnt, bár 20 éves, illetve ilyennek készült. 40 évre sikerült, mire mindent beleírva befejeztem azt az időszakot, akkor a kiadóm jött azzal, hogy a szerződésünk csak 20 évre szól, 20 évet húzzak ki belőle. Hát ezt nem tettem meg, hanem egész részeket, időszakok eseményeit kiszedve belőle egészben, néhány sorral összekötöttem a történéseket, és a többi 20 évet eltettem, hogy amit ott, abban a kötetben nem tárgyaltam, nem mondtam el, azt egy későbbi kötetben majd az olvasók elé tárgyal. Hát itt sok mondani való van, sok a mondani való 20 éven, mint egy 360-380 oldalon keresztül. Amikor az író ezekről a braziliai élményeiről szól, most szinte megint ott lépek, járok a zavarban, a harmadcsaptalvarban, Winchester a markolásomban, és elmondhatom, hogy a tájékozódásnak egy olyan nehéz követelményét támasztja a braziliai őserdő a benne vadászóval szemben, amit innen most már úgy látom, csak különleges adottságú valaki állhat és győzhet le. Ha valaki abban az irdatlan sűrűségben sok száz kilométerre minden ember lakta helytől eltéved, óhatatlanul éhen pusztul, mivel a braziliai őserdő nem az a gazdag étek adó növénytömeg, hanem nagyon-nagyon sovány ember számára, de állatnak sem bőséges, és ha valaki lőszere, gyufája, fogytával benne ragad, és nem tudja már, hogy merre menjen, merre van a kifelé, arra a halál vár. A tapajozi időzésemből ma is eleven egy tapasztalásom, megérkezett Amerikából a Gerente, a vezérigazgató helyettese. Eljött hozzám, meglátta ott nálam a vadbőröket, a többi trofeát, az elevenen elfogott mérges kígyókat, az óriás kígyókat. Egyszerűen kedve kerekedett neki is, ha most ő bemegy az erdőbe vadászni, mivel ő Amerikában is vadászott, és majd ő is fog ilyen állatokat, meg ejtjen állatokat. Mondtam neki, hogy ne menjen, mert ebben az erdőben elsősorban tájékozódni kell, azután megkérdeztem, hogy milyen a lövőkészsége. Azt mondja, egészen jó, majdnem mindig eltalálja az állatot. Na mondom, ez baj. Erre föl azután, minden óvásom ellenére bement az erdőbe, estére nem jött meg, másnap reggelre sem, és én három napon át 400 kaboklóval kerestem az igazgatót, mire három nap múlva megtaláltuk, teljesen legyengülve, félig éhen halva, egy pálmatos tövében. Amikor kivittük vissza a tapajozi, a fordlandiai szállására, nyomban csomagolt és indult vissza Amerikába. Hát magának az erdőnek ilyen tapasztalása is vannak. Nekem megvolt a magam szisztematikus dolga, hogy hogyan is lehet a vadonban tájékozódni, mert ezt még a vakonban megtanultam. Valami ér vagy patak mentén haladtam mindig befelé, a táborhelyemtől, amely mindig valami folyó vagy patak mentén volt, és a folyó vagy víz
vissza is vezetett oda, bárhonnan, bármilyen messziről is, már a zsákmányommal. Ha nem volt ér vagy folyó a közelben, akkor megnéztem induláskor, reggel, az árnyékon merre mutat, és ennek a nyomán mindig visszaértem, ha délutánra fordult az idő, az árnyékkal ellentétes irányba haladva szállásomra, mivel a folyó vagy patak túloldalán mindig megnéztem, de nagyon, valami igen jellegzetes fát, növényt, virágzó faóriást, amely hát a tanyámhoz vezető utat egyben jelezte is. A másik módszerem az volt, hogy mindig valami ágat megtörve, abba az irányba fordítottam az ág hegyét, ahonnan jöttem. És ez a jelzés mindig visszavezetett oda, ahonnan elindultam. A másik pedig az emlékező készség valamiféle olyan jellegzetes fákat, fatörzseket keresni, amelynek a révén visszajuthattam ezek segítségével a tanyámra. De ugyanakkor nem mulasztottam el, hogy sűrűn ne nézzek vissza, mert mindig más az, ha én visszanézek az erdőben, és megjegyzem a mögöttem lévő területet, tájat, tehát ha csak folyton előre nézek, és amikor visszafordulok valahonnan, a mögöttem lévő rész, az már teljes ismeretlenségbe vész. Az erdőben a vadászat, az mindig a kapás lövésen volt. Az osonó vadászmód, hát ez az indiánok vadászmódja is, ennek a tudományát a bakonyból vittem magammal, ugyanaz, mint a gumicsapolóké, az indiánoké, a gyémánt, az aranymosóké. Nesz nélkül hatolni előre a sűrűben, és az előttem fölvágódó vadat, vadállatot kapáslövéssel, tűzben rogyasztva, hiszen négy-öt lépésre előttem kelt a vad, elejteni. Itt el kell mondanom, hogy sokszor, amikor eldörrent a puskám, a zsákmány rogyott, még azt sem tudtam, a folyondár a lombfüggönyön át, hiszen csak a sziluettjét láttam a zsákmánynak, hogy amit elejtettem, az micsoda. Előfordult, hogy azt hittem, törpeszarvas rejtettem el, és kiderült, hogy pumát lőttem. De volt fordítva is. Volt olyan eset, amikor csíkos tapírborjút ejtettem el, és kiderült, hogy a zsákmány fekete jaguár. Szóval sok ilyen élményem volt, ugyanakkor a hárpiákkal, ezzel a ragadozó madároriással is nem egy élményem volt, de élmény került a lombtömegben az orchideákkal is, ezek a gyönyörű virágokkal. Sokról, sokféléről lehetne beszélni, kezdve a kolibritől egészen a papagájok tömegéig, hiszen Amazoniában 1200 körüli madárfaj él, egész Brazíliában több mint 1600, és itt azután az ornitológusnak, a madarásznak, a madárgyűjtőnek igazán van miből válogatnia. Hát én az amazoni utazásom idejéből a Budapesti Természettudományos Múzeumnak hoztam 29 madárfaj egyedeinek a bőreiből. Hozzá kell tennem, egyetlen ilyen madara sem volt a Természettudományi Múzeumnak, és hoztam 2 zsák preparált halat alkoholban, szintén ajándékban a Természettudományi Múzeumnak. De hoztam ezen kívül a budapesti állatkertnek 2 erdei teknőst is, hát előbb a kislányom kért, hogy hozzak neki egy teknőst, a te erdeit Amazoniából, hát hoztam is, de 2. Egy évig nálunk voltak, és utána pedig, miután a kislányom elnevezte őket megérkezésük idején, nyomban, de azonnal, Luizának és Jenőnek, a Budapest állatkert teráriumába kerültek. Hát persze a fiaim, illetve a lányom is hatás alá került az amazoni élményeknek, és ha vissza akarok térni gondolatban az akkori időkre,
Hát a legkisebb fiam a pár gyerek, amikor óvodába került amúgy 3 évesen, egy hét múlva az óvónéni kétségbe se jött hozzám, hogy apuka segítse, mondom miért. Szóval mióta a Pali gyerek itt van, az óvoda egész apró népe reggeltől estig csak a hasán csúszva hajlandó közlekedni, mert reggeltől estig kajmát játszanak. Azt mondja, ez még nem lenne baj, de egész nap egymást harapják. Hát alig érek haza, jön a nagyobbik fiam, akkor 3. általánosba járt, a Medve utcai Budai általános iskolába, levelet hoz, tanítónénie írta, fölmondja a feleségem, tanítónéni kér, hogy azonnal menjünk be az iskolába hozzá. Bemegyünk, nagyon haragos tanítónéni a dobogón, az íróasztalnál, de kérem, azt mondja, rettenetes. Mondom, mi a rettenetes? Hát kérem, az ön kedves fia, nagyon kihangsúlyozta, hogy kedves, itt a teremben, az osztályban fölmászott az ajtó mögött a fogasra azzal, hogy ő a jaguár. A szűcsantit, a pajtását meg kiküldte az osztályból, hogy osorjon vissza, mint igazi brazil törpeszarvas, ő majd elejti. Na mondom, és mi történt? Mi az a rettenetes? Kérem, az, hogy én jöttem be. A tanítónéni meglátta a szücsantit, amit a nyakát behúzva, mint törpeszarvas oson az osztály irányába. Nyakon kapta, és ő oson tovább. Aztán elejtették, mint törpeszarvas, pedig nem is volt az. Hát ez a fiam egyébként 3. gimnazista korában jön hozzám, azt mondja, apám, mondom, tessék, fiam. Azt mondja, én pipázni szeretnék. Pipász, fiam, rendben. Azt mondja, apám, hát nincs pipa, nincs dohány. Kapsz, fiam. Igazán? Na, igen, kapsz holnap 2 gyökérpipát és egy csomag kitűnő, illatosított angol pipadohányt. Apám, te óriási vagy, mondta, fiam. Másnap jön az iskolából haza, megkérdezi, hogy apám, a pipák, a dohány, mi a minden a szobában. Csak éppen azt nem tudta, amikor én megígértem a pipa dohányt, már tudtam, mit teszek. Volt egy bozontos nagy kutyánk, a Bernát, kivágtam a hasaljából 2 marék szőrt, és a manikú ollóval nagyon finoman, apróra vágva belekevertem a dohányba. Jó, megkavartam, lezártam az acskót, és oda tettem a pipák mellé. Hát várom, hogy a fiam jelentkezzen, mint füstölgő, Mikulás, vagy mit tudom én, miféle hasonlatot használok ide, de sehol semmi. 2 nap múlva megkérdezem, fiam, hát mi van a pipákkal? Nem érzem a pipafüstöt. Apám, az mégse olyan jó. Nem. Nem, azt mondja, egyáltalán nem. Hát mondom, sajnálom, pedig én igazán mindent megtettem. Hát meg is. Hozzá kell tennem, a fiam azóta sem dohányzik, és a cigarettára még ránézni is utál. Szóval tökéletesen bevált az atyai módszer. De, hogy mi vezetett engem erre, én sem dohányzom, mint a mai napig. Gyerekkoromban, Csingervölgyben, pajtársaimmal behúzottunk a kukoricásba őszidőben, és a Népszava az járt, annak a letépett újság széleibe csavartuk bele a kiszáradt kukorica bagoszt. És ezt fújtuk, mint cigarettát. Egy élet elvetett a dohányzásban. Nem tudok hinni a cigaretta jóságában. Mert a kukorica bajusz plusz népszavala együtt, megnyújtva és szíva, valami borzalmas lehetne. Erre csak következtettek, mivel a füstöt még ma sem szeretem.
Persze, akkor adódnak amazonai izgalmak is, érdekességek, már ha nem is a dohányzásról, de a táplálkozásról. Abilio, az egyik vadász kísérőm, jön hozzám egy reggel, egy elém vág, egy nagy guariba, bőgő majmot, amit elejtett. Na Gabriel azt mondja, itt az ebédünk és a vacsoránk. Itt van ám, mondom, de neked. Na miért? Hát hogy? De nem eszel belőle? Mondom, de miért? Azt mondja, miért? Na nézd, Abilio, én mégsem szeretnék kanibál lenni. Átharunkból. Na de aztán később csak ráfanyarodtam a majomhúsra, az indián kedves csemegényére, és ugyanakkor a többi különlegessége is. Hát a kajmának, a pápaszemes kajmának a farkahúsa nagyon finom, sütve, körülbelül olyan, mint a harcsakhúsa. Hát nem tudom, hogy ki emélnek közülünk most a frissen sütött kajmán szeletet, de én talán igen, mert megszoktam, és nem rossz. Tehát pusztus a városnak. A baromfi hús, mivel Amazoniában, hát ilyesmi is kellett volna, nálunk a nagy arára papagájok húsa volt. Igen ám. De az arára, hát eléggé hosszületű ország. Ha egy, két vagy három éves arárát lőttük, akkor nyomban lehántottuk az egész bőrét, a tollastól le a nagy karmos lábait, le a nagy csörmű fejét, kibontottuk, és mint mondhatnám, tyúkhúst bele a fazékba és főztük. Hát a két-három éves volt az arára, minden rendben is volt. Igen ám, de ha elérte a 80 vagy 100 éves kort, ezt nem lehetett rajta látni, betettük a fazékba, elkezdtük főzni. 3-4 óra múlva már keményebb volt a húsa, mint maga a fazék, amikor főztünk. Aztán a halaknál pedig megint csak a dolgoknak a rendje szerint sok a mérges hal Amazoniában, és rengeteg az akoltus fék. Hát ezeket ismerni kell. Én a maga. Mind egészen az emlékezetes robbanás pillanatáig. Most itt a forlandiai ültetvényen, az én ültetvény részemen 400 kabokló erdőlakó dolgozott, és ezek megérezték bennem a velük együttérzést. Rokon lelket, hát minden tücsköt, bogarat, békát, majmot, egyebet, amit fogtak, este nekem hozták, hol egy-két műrészért, hol ajándékba, hol jó szóért. Hát aztán ezektől az emberektől én voltaképpen annyit tanultam egy hét alatt, mint más valaki, aki Amazoniában 5 évig él, sem tanulhat. Nekem igen jó volt a memóriám, mindent rögzítettem, mindent kérdeztem, ők pedig mindent mondtak. Kezdve a halpusztító növénytől, folyandártól kezdve, egészen a kurárén, a kuráré folyandáron át, a munduruku indiánok fejzsugorításáig, ezeknek a módjáig, mindent megtudtam tőlük, mert hiszen 400 erdei, akik közül nagyon sok volt az olyan, aki a rendőrség elől menekült oda, különféle nem egészen dicséretes dolgok miatt, de én valahogyan megértve őket jó barátságba kerültem, hiszen emberek voltak, és jó szándékúak a maguk módján, ha néha a törvénnyel ütköztek is, és a büntetés elől vadonba menekültek, amely a vadonra gondolok, ez már nagyobb büntetés volt nekik, mintha leülték volna azt az egy-két esztendőt, amit kaptak volna valamelyik civilizált város börtönében. Mert az őserdő börtöne, ennél ezt állíthatom, nincs fogósabb valami.
Én, amikor az erdőre gondolok most innen vissza, a szeretet és a kíváncsiság hajt, az örökös kíváncsiság, hogy a természet ugyan vajon mi újat, mi szépet mutathat nekem. Az indián törzsek tömege, mert hiszen nagyon sok indián törzs él Amazoniában, a 30 fős lélekszámtól az 5000-esig, és itt egy nagyon izgalmas dolog adódik, mégpedig az, hogy a tupi guaráni törzs ragozó nyelv. Éppen olyan ragozó nyelv, mint teszem a magyar. A xavante indián törzsnél például az ember neve baba. Hát ez török szó, tudjuk. De hogy a csodába kerül a xavante törzshöz a baba? Hát itt azután töprengeni lehet, mint azon is, hogy Mato Grosso államban, a vadonokban két helyen is régészeti felfedezéseket tettem. Hát itt megint az a kuriozitás, hogy nem látva tettem, csak a kaboklókat hallgatva ráfigyeltem, szinte rádöbbentem egy-egy mondatukra. A Korumba közelében, vagy 60 km hosszan, a talajszinten, a vasoxidos talajon lévő sziklavésetek egy-két lépés széles tömegét. Minden egyes sziklavésvéset más és más jelet, formát, formákat takar, és hogy mi ezeket jól fényképezhessük, méztejjel kifestettük ezeket a jeleket. Onnan 650 kilométerre Coronel Ponce-ban, én a termékenységi sziklafalnak neveztem el, egy 40 méter hosszú, 3 méter magas, vésetekkel teli sziklafalat találtam, alatta egy háromherés falluszt, több pénisztöredéket, tehát voltak éppen a termékenység jeleit, és itt talán hozzátehetem, hogy Gilgamesz Perzsa époszban, amely 3000 esztendős, a háromherés fallusz voltak éppen a legteljesebb, legerőteljesebb férfi erőnek a kiteljesedését mondja, mutatja. Hát én ezt találtam meg a vadonban, hogy mikor, ki, milyen nép készítette, nem tudom. De ezek a régészeti leletek ma Budapesten a gyűjteményemben sorakoznak. Egyébként ezekről a régészeti leletekről, már magukról a lelőhelyről, a sziklavésetekről, a diaképek majd kedves hallgatóimat, hát képekben is tájékoztatják. Én talán most befejezem a magam elég hosszúra nyúlt beszámolóját, ami talán több volt hosszabb időt vett igénybe, mint amit igénybe szándékoztam, de most következzenek a képek, és mi a képek közt majd öcsémmel a magyarázó szöveget egy-egy mondattal, ahol kell, azt majd közreadjuk. Hát köszönöm a szíves figyelmüket, köszönöm a brigád tagjainak a meghívást, figyelmet, és következzenek a javaslatok. És szinte percek alatt a csontjáig lefokasztja róla a bőrt az izjában. Kívül filmemen, ez egy 70 perces tévéfilm volt két részes, hogy jól lehetne látni a pirányák támadását, amint a nekik a teráriumban, a akvárium vizébe berakott ilyen hús darabra, tengeri malac darabra rárontanak. Az egyik piránya a tengeri malac egyik lábát combostól és pillanat alatt elfüntetik. Az indián nő szépítő piros, fontos festékkel az arcán. Hát ezek nem pattanások, ő rakta rá. Náluk ez a szép. Indián tüzet szívják. Hát ez udvarias hátakor.
Chagoas indián harci díszben, arcán szépítő testét, fején tisztes kalapillesét, vállán egy bordú. Ez a borduna, az a fabuzogány, amivel egymást csépelik a nézeteltérében. Aki egyet ezzel a bordunával kap a fejére, az másnap, másnap nem kérekedik. Hatalmas pálmalevelet, különböző ételféleségeket gyűjtöttek össze. Erdei menü. Egy indián lakóhely gyermekei láthatók előtt. Ez a gömbölyű pálmalevelekből összeállított lakóház. Ez a mongol ger, a mongol jurta alakjával azonos malokka, ahogy azt mondják, a savante pálma. A rántott halak, amelyeket étkezésre gyűjtöttek össze. Kisfiú nagyon örül a jó étkezésre. Előre boldogodjon, akik majd jó. Vadászatra indul. A rendelkezésre bocsánatott motoros hajó munka közben hátul egy pakasztóra szemben. Ez a Rio Solimes nevű motoros hajó, amit a indiai alapítvány bocsátott amazoniai expedíció idején a rendelkezésre. Az a hátul lévő indián legény, az a legjobb és leghíresebb amazoniai emberek a indián törzs, a pakasztomaszok egyik tagja. Némely amazoni indián törzs nagyon szereti az ember. Persze ez hiedelem világbéli csökevény maradvány, ugyanis azt hiszik, ha az megevett ellenségnek a húsát magukból fogadják, akkor annak az ereje és a tudománya azzal együtt velük költözik. Hát ezek a tányérai buszolják. Erdei szurkot a nyílvesző készítéséhez gyűjti össze és készíti el. Ez a maki nevű fekete növényi gyarta. Nagyon jól olvad, ég és remekül használható ladikok tömítésére vagy nyílveszők vízhatlanítására a kötések. Egy nagy teknős készítenek elő érkezésre. Ez egy tartalúga, kb. 80 cm hosszú, és elérő súlya 20-25, esetleg 30 kg. Függőállók készítenek. Ez a legnehezebb munkák egyike, a bukripárban rostjából fonják. Én is hoztam egy ilyet haza a gyűjtésre. Ez az édes burgonya, az indiánok kenyere és a brazil kabokló kenyere, az úgynevezett farinha, farinha tárgya. Egyébként az íze olyan, ha már elkészül, mint a pirított sorterén. Másik törzsbeli majomság. Hát a kedves csemeg a majom, mondtam már. Gyakjú fogal, fonalat sokolat. Gyakott fonál. A mi guzsajokhoz hasonló módszert. Egy kultúráltabb indián törzs egyik asszonya horgászik, a gyereken védő test és na, ez a kettősség. Az ősi indián szokás, a gyereket a gonosz démonok ártó hatalma alóli
jelekkel védi az anyja, ő ugyanakkor már cserélt ruhákba öltözik. Persze neki is megvan az oka, ugyanis a sok szúnyog meg szúrvó légy így kevesebb bajt okoz neki. Több teknőst fogtak el, és most készítik elő érkezést. Ezek a saputek azok a teknősfélék, amelyekből kettőt hoztam haza, amelyek a budapesti állatkertbe kerültek. Két varázsló. Ezek Karasa törzsbéli varázslók, ilyen démon hűző sás öltözékben. Ők különben a törzsnek a gyógyítói is, hát amennyire gyógyítói, ha sikerül megmarad, ha nem, akkor meghal a beteg. Száraz mandiokát törik Balázsnál. Igen, mert ezt először megfőzik héjastól, utána tüzes agyaktában megpirítják, majd a megpirított mandioka morzsát ilyen égetett famorzsárban porrá törik. Egy férj a feleségnél díszítő festécse. Hát, én azt hiszem, ez a világ legolcsóbb kozmetikája. Én jómákozva Szuja Indián, tányérajtú, az alsó ajkába elhelyezett paporom látható, és a fülcimpájába elhelyezett ugyancsak paporom. Hát náluk ez a szép, Török Szent Miklóson feltűnve. Forgásság. Paporontokat készít. Hát, hogy szebb legyen, és nagyobb legyen az ajkában a paporon, a régi mindig cserélik egy nagyobbra. Különböző folyombárokat gyűjtenek, sásféleségeket, házi munkák elkészítését. Ez valahogy úgy készítik ezeket ki, mint nálunk valaha a kendertés a lent. Háztatják, utána az úzzák törik, és végül pedig hát a maradék fonalat, fonást, azt felhasználják, különféle tárgyak készítésére. Törzs tagjai az őserdőben a Timbu folyontár vágták ki, gyűjtötték össze és viszik falujuk felé. A Timbó folyontár apróra vágva, vízbe szórva az ott lévő halakat megmérgezi, azok följönnek a vízfelszínre, és az indiánok ezeket a halakat kifogva, hát igen, főlakomát csapnak a főzés és a sütés után. A Timbó emberi fogyasztásnál semmiféle káros hatást nem fejt. Éppen úgy, mint a kuráré, ez a veszélyes indián idegbénító gyűlméreg, némely indián törzsi a mundurukú, amikor gyomorfájással panaszkodik, ezt tesz. Folyón kell nekem a hajó, amely rendelkezésre bocsátott. A Rio Silo Solimoes. Sánszőnyeget készítenek. Ez a zsapa. Itt már az összeaktított Timbu gyökér folyogán látható. Ez kerül majd vízbe. Moszórják a vízbe. Itt már a elkámbi halakat akarják felszikonozni botjai. Ugyancsak sásféleségeket gyűjtenek. A másik törzsbeli indiánasszony kislányát fésüli,
mondta, a mamák mindenütt egyformák. Egyik indián faluban egy fiatal anya a kisgyermekében. Hát itt a mama 12 éves, a gyerek 1 éves. Tehát mondhatnám, hogy igencsak igyekeztek. Az egyik indián lakóháznak a nyilásán kinéz egy kisgyerek. Egy kíváncsi van. Az indián törzs tagjaival beszélgetés közben. A Sateret törzs volt. Gyémánt mosog, most válogatja a gyémántot. Ahogy ezt Moritz elképzeli, testet mondják. Nézegeti a kimosott törmeléket, hogy van-e közte valami kis szemelnyi csillámú gyémántocska. Az a Rio Solimores fedélzetén a régi Remington masinában. Már tényleg vannak témák. Egyébként a kimosott folyó patak belé meddő anyag, ez a fehér, amit a előtérben látható. Ennek nagy része fél drága. Rengeteg az alhát, az onyx és az egyéb fildrága kő, ami ott a kutyának se kell. Tonna szám lehetne gyűjteni. Indián nőként házi dolgokat, ételeket, meg egyéb dolgokat készíteni. A másik körülbelé indián, ahol a hajat előtt borotválják, és csak a fülcimpánba helyezik a koronát. Hát ez a haj borotválás nem is annyira borotválás, mindigább a piranya fogaknak felhasználásával történő vágás. A két piranya fogsot egymás mellé tesznek, és ide-oda mozgatva az élet piranya fogak elnyessik a hajat. Mint a bort, mint a fodrásznak a ólója. Az indián törzs férfi tagjai előtt, a nők hátul, szögletes malokán vannak. Ez a Sateret törzs. Ugyancsak házi munkát végez az egyik indián. Anya a kisgyermekével. Az őserdő felé vezető útig véget ér. Az őserdő sűrűsége hasonlatos és a jobb bal oldalon látható mozott sűrűségéhez. Bumika. Ez a világhírű Hevea brasiliensis a kérgét megsértve folyik, csepek ki a latex, a fehér gumitej, amit összegyűjtve, füstölve, nagy tömbökbe gyűjtenek, illetve szállítanak, amely tömböknek a neve Pelé. Hát nyilvánvaló, hogy a világhírű brazil labdarúgó is valamikor valamelyik őse egy ilyen Pele nevű gumitömbről kapta a nevét. Borkos Jan. Hát ez az egyik legveszélyesebb vadja a brazil vadonban. Igen gazdag, vacsész tartalmú hegygondolat látnak, amelynek valójában van a
vízszintes vasérc tartalmú terület. Ezek a sziklavésetek a talajszinten lévők. Ennek a hegyének a vastartalma 70-80%. Sziklavésetek fehér méztengel kiadó. Jól látni a formák változatosságát. Sok ezer ilyen sziklavéset sorolyázik egymás mellett, óriási munkával készülhettek, mikor, milyen név, miért készítette, mit kívántak jelezni, nem lehet tudni. Tudósok dolga, hogy ezt kiderítsék. A tudományos világban erről még tudomást nem szerez. Termékenységi szikla. 650 kilométerre van ez az előzőtől. Jól láthatok a végsetek, és alul még egy-egy. Régen oda helyezett állat. Egy forható ősválna törzse. Hát ez már a búcsúzik az élettől. A vakon termő rovigye. Ez a legszebb növények egyik az ősemlőre. Ha új fajra talál a szerencsés kutató, súlyban megéri az olyan orchideja, az új faj, annyi aranya, mint amennyit egyáltalán az új faj egyede nyom. Az ősemlőből kimagasló óriás. Hát ez gyönyörű növény, ami jársol azonnal. Igen, itt a orchide. Másik faj. Elejtett ebbei törpeszalmás. Ez a Veahu. Krahó indián ejtette. Az indián harci testékén tartalmazó bodi. Ez az uruk. Ricsis. Hát ebből ricsol a közkedve tola. Zsavász indián fiatal gyerek. Féleségeket készítenek. Kisgyerek a játszófajtás. Hát ott ilyenek a játszófajtások. Egyik indián törzsnél a férfi nem engedte magát lefényképezni. Ez a Munduruku indiánok suborítása, a megölt ellenségnek a fejedőrét lehúzzák, mégpedig azért, hogy holta után a megöl ne tudjon visszatérni a földre, bosszút állni a gyilkosát. Főzik, füstölik, forró homokkal szárítják, forró kővel vasalják, míg olyan kicsi lesz, mint mindjárt a következő felvétel. A haj természetesen a megölt indián. A szájak bevallják, hogy még csak beszélni sem. Argonyoki felvétel.
az őserdő a búcsúzó nappal. Előtérben ezek a világok vadon nőnek a mocsarak szélén. Ez a mocsár, matagosszori ős mocsár, háromszor akkora, mint egész Magyarország terület. Ez a kajmán a könyves, egyik könyves polcomon alussza ők áll, hát a bőrét hazahoztam, kitörték idehaza, és most emlékem. Ez a másiknál is veszélyesebb faj. Különböző gázló madarak következnek a mocsaras vidékekről. Ez a Pantanálok madárvilága. Egy nagyon szép papagáj fogság van. Igen ritka orkidea. Itt a tiszta fehér. Csíkos, mint a vadmalac. Egy igen érdekes, kemény csonthártó. Ez a tatú. Ennek olyan a húsa, mint a csirké. Már aki szeretné. Egy hatalmas pálma törzs mellett. A mocsár vidéken kiemelkedő szikla rész csúcs, amely valósága tele a vasért. Az Amazonas egyik rejtett mellékfolyója, amelyre felkerestek. Erdei kabotlónak a háza, amelyet elhagyottak, nem tette tönkre, hanem akik arra kerülnek, hogy tovább tudják folytatni az ott tartózkodást. Ilyen elég sűrűn akad az őserdőben. Mondhatnám, egy-két napi távolságra mindig találni egy-egy ilyen házat, pálmakunkot, házati pályát, ahogy ott mondják. Vízesés. A vadon nagyon érdekes, a rétegeződött köz. A geológiai alakulása a területen. Igen, érdekes virágféleség. Olyan vadon termő orvidea.
Butantan intézet igazgatónője Fehér Köpen. A Butantan intézet, amikor São Paulo-ba jutottam, meglátogattam Butantan az ő intézetét, és az igazgatónővel, aki most a vezetője az egész tudományos kutatócsoportnak, azzal tárgyaltam ott a Butantan munkáját. Butantan kertben árnyékvető kukkos ház, amelyből egy kígyó bánul kifele. Ez alá menekülnek a forró törő napsütésben árnyékot keresni a mérges kígyók. A kígyók mérgeiből készül a szérum, a marások ellen. A Dzsungel doktora című kötetben bőven írtam erről, Vital Brazil életregényében. Több ezer mérges kígyó érte a Amikor kint voltam 1972-ben, 4000 mérges kígyó volt a Butantanban. De ez nem sok. 1928-ban Vital Brazil életében volt olyan év, hogy 28000 mérges kígyó. Napkeltekor, amikor fölmentek napozni a fára. Több árnyékvetőház látható. Közeli felvétel ég mérgesről. Alkonyati felvétel. Matogrosszának formációjának. Amikor Kujavába érkeztem expedíciómmal, a kormányzó meghívott, fogadott a délutáni tejára. A Rio de Janeiro-i repülőtéren elutazás előtt balra szakállas, bajszos férfi volt. Az Lehel de Silimon, ez az ornitológus. Azóta már nem él, hazaérkezésemet követő 10 hónappal a felesége egy bérgyilkossal agyonlövette.